reggelt kívánok mindenkinek. Megpróbálom betenni ide így ezt a kamerát, hát ha most így jobban látszik. Kérem szépen, csodálatos szép reggelünk van. Lehet, hogy már ma veled lesz. Na, szóval a lényeg, ami mondani valóan van elsősorban mindjárt, ennek a linknek a címére keressetek rá, Easy Digger zárójelbe 2023 trailer, a YouTube-on keressetek rá, ez a Digger filmnek a trailere, vagyis a bemutatója, úgymond kezdcsináló a trailer, 2,5 perc, ha jól tudom, vagy a kicsit több, abból vannak részletek benne. Hát most már a 14 nemzetközi fesztiválra van benevezve a film. Még nem kezdődtek el a fesztiválok, mert nagyon-nagyon korán, mindig 3 hónappal vagy több idővel előtte el kell küldeni a filmet benevezni, tehát még nem tudjuk, hogy mi az eredmény, vagy lesz-e, ér el valamilyen eredményt, reméljük, hogy valami lesz. De ha valakinek kezdcsinálóként ezt feltettük, ahogy a fesztivál szezonok lemennek, tehát amikor a fesztiválon túl lesz a film, fel fogjuk tenni a YouTube-ra természetesen, nyilvánosságra felé, de addig nem tudjuk megtenni, mert a fesztiválokon ott más a pálya. Van, megy a lovas testőrség. A lovas testőrség vonul a háttérbe. Megy utána egy lószállító, hát ha megdörög egy ló. Menet közben megy utána a lószállító. Na jó. Na. Szóval nézzétek meg a trailer. Az is jól sikerült. Hát a filmer az meg pláne. Mint mondtam már, Magyarországon nagy sikert nem fog befutni a politikai vonatkozásai miatt. Van benne néhány terhelő megjegyzés a mindkét oldalra. Így aztán... ott nem fog nagy pályát befutni, de nem érdekes. Megnézzük a nemzetközi fesztiválra, mit ér el. Na, szóval közben reggelét vegyük elő. Tegnap egyébként egy nagyon jó, sajnos egy nagyon jó momentumot nem tudtam felvenni, mert nagyon központban voltam, nem tudtam felvenni, de egy érdekes momentum volt, a nagy gép, ez a nagy gép, amiben most ülök, ebben a főnök dolgozott és ledobta a lánctalpat. De úgy ledobta a lánctalpat, hogy mellé, a gép mellé dobta le, teljesen kilépett belőle, mint ha nem is a lánctalpat, nem is tartott a géphez. Tehát nem csak, hogy ledobta, aztán hogy rajta van félig meddig, Totál a géptől 1 méterre volt a gumilánctalp. És a kisgéppel ott aggódtak, hogy most mi lesz. Na, adjátok már, majd megcsinálom. És a kisgéppel visszatettem a lánctalpot, a gumilánctalpot erre a nagyobbik gépre. Csináltam már ilyet néhányszor. Nem kell leengedni a zsírt belőle, mert ugye ezek zsírral vannak feszítve. És nem kell róla leengedni a zsírt, a nagy gépeknél, a fémlánctalpas gépeknél le kell, ennél nem kell leengedni róla a zsírt, kis gumilánctalpasoknál, de vissza lehet tenni úgyis egy másik gép segítségével, vagy ha szerencsésen dobja le, akkor a saját maga is vissza tudja tenni egyébként a saját lánctalpát, ha csak simán kilép belőle az egyik oldalt, és időben észrevesz az ember, akkor kifordított kanállal vissza tudja tenni a lánctalpát. De érdekes momentum volt tegnap, és a sajnos mondom, nem tudtam felvenni. Nem azért lépett ki, mert meg van nyúlva, nem kell feszíteni a lánctalpat, hanem mert ferde talajon ment, sokat ment vele ferde talajon. Az egyik talpod lejjebb volt 30 centivel,
úgy terhelődött a gép, hogy, hogy kilépett a lánctalból. Na nézzük, már ma sütusos hét van, csak szólok. Úgyhogy ma is sütusom, bár ezt én sütöttem. Egy ilyen csilis, ilyen császárhús. Így néz ki. Ukrán háborúval kapcsolatban Demezol írta, hogy Putyin belengedte, hogy valami szegényített atombombát akar esetre bevetni, hogy milyen az a bomba. Annak köze nincs az atombombához, teljesen más. Valami szegényített uránnal van töltve, ami nem a sugárral öl, hanem a bomba hatásfokát növeli meg valahogyan. Minden országnak van ilyen, de ez nem tartozik az atomfegyverek közé. Ezt most kétlem, hogy bevetné, de már most a háborúban is voltak olyan nyugati rakétatöltetet, amit az ukránok kaptak, amiben volt ilyen szegényített uránok. Tehát a másik oldalon már vetettek be ilyen fegyvert. De mondom, ennek közel nincs az atombombához. Teljesen más műfaj. Amúgy nem csodálkoznék, ha bevetné Putyin. Gondolj bele. Hogy kezdődött ez a háború? Először a németek ígértek néhány ezer sisakot, hogy megsegít az ukránokat néhány ezer védősisakkal. Utána már özönlődtek a fegyverek, de ugye tankot nem kaphatnak, ugye? Aztán mégis kaphattak tankot. Aztán most már F-16-os kell nekik, de azt nem kaphatnak. Aztán mégis kapnak. Szóval az a helyzet, hogy az ukránokat bevittél a csőbe. Mindig csak annyi fegyvert kapnak, amivel a háborút tudják folytatni. De győzni nem tudnak. Mert azt minden nyugati tudja, hogy győznének, ez egy atomháborút indítan el. A legjobb nagyobb lenne az esély, mint most. Most a baromi módon kitakarították a nyugati világ összes fegyverraktárát. Minden fegyverraktár üres. Hosszú-hosszú évekig tart, mire ezt mindent pótolni fogják. Iszonyatos profitot termelve a fegyvergyárnak. Gondoljátok bele a baj, amit most előttek itt ebben a háborúban egy év alatt. Vagy az micsoda iszonyatos
megrendelésre fog generálni az államok, a nyugati államokban. Márpedig az állami megrendelés a legjobb megrendelés. Marralépp a ukránok ünnepén magukat, hogy visszafoglaltak néhány falut egy puskalövés nélkül. Hát mivel nem volt benne senki. Hát úgy könnyű volt. Baszal. És hát meg nyilvánosan is hozzák, hogy puskalövés nélkül foglalták vissza néhány falut. Mivel azok a faluk olyan helyen fekszenek, amik jól belőhetőek, tehát völgyekben, így van annyi esze minden normális hadvezetőnek, hogy nem telepít oda haderőt, mert könnyen kilőhetőek. Ünneplik magukat, hogy puha. Van a YouTube-on egy ilyen ukrán portál, ami magyar fordítása egy ukrán portálnak, ilyen háborús portál, és ott csak ukrán győzelmi jelentések hangzanak el. Ez eddig rendben van, de hozzászólók ünneplik őket. Csak így tovább. Stb. Azt mondja, egy páncélos temető lett Ukrajna. Majd az oroszok szarvá lőttek már mindent. Azt nem mondják be. Aztán mindenféle kétfél így csinálja. A saját veszteséget amon dobolják.
egyrészt kiválok ezek a cukormentes, azt mondja, ez fehér szőlő és kékáfonya, vagy micsoda, blackberry, ja, blackberry, fekete szeder, fekete szeder, nem blueberry, blackberry, fekete szeder, vagy fehér szőlő, ízesítésű, cukormentes, ezért tesztos tudsz. Nagyon szeretem szénsava. Én az a helyzet, hogy mindegy mit iszok egyébként, de a buborék legyen benne. Ha szóda, szóda, azt is merítve a vizet is, de semmilyen ilyen juice-okat, amiben nincs szénsav, azokat nem szeretem. Valami buborék legyen benne. Mindegy, hogy milyen íze van, csak buborék legyen benne. Na, egyelőre ennyi. Leszállt a dömper, azért keverünk most izével a betonkeverővel. Nem tudom a dömpernek a platójába megkeverni.
tömeg. Lehet alakál kell. Hopp! Ahogy relejt, akkor relejti. Mondok már egy forrót, azt megcsinálom már azt a csúszó sarut, amit rádugod az akkumulátorra, mert nem szólít rá.
hoztad, barátom. Thank you. Hát meghoztad, barátom, a cuccsot, amit ott maradtak a izéba. A másik munkahelyen. Ne egy fasz a gyerek vagy. A spannerem, a speakerem, a töltőm. A YouTube-ot, amit hallottam. De ott maradt a gép, a másik
5 tonnás Kubotába. Van ez a srác, amelyik ilyen furgonnal ugye kiszolgálja a munkaterületeket. Mondom, hogy öreg, hogy a mész már oda, akkor hozd már át a cuccaiba. Hát át is hoztam. Ez egy igazi fasz, hogy gyerek. Itt a landnak a biztonságra.